A Norvég Operett Színházban hamarosan bemutatják Kálmán Imre világhírű operettjét, a Csárdás királynőt. Akár örülhetnénk is ennek a hírnek, de ha számításba vesszük azt, hogy a norvég Csárdás királynő az LMBTQ és a homoszexuális propaganda jegyében kerül bemutatásra, ahol természetesen a főhős nő egy férfiből lett transzgender nő, akkor, hát hogy is fogalmazzak, az örömünk némiképpen megcsappan. Aztán a múlt hét híre volt, Annalena Baerbock, német külügyminiszter, kivitette a Münsteri Városháza dísztermiből az ott lévő 400 éves feszületet, mert ő nem hajlandó egy 400 éves feszülettel, vagy egyáltalán bármilyen feszülettel egy légtérben tartózkodni. New Hampshire. New Hampshire-ben megrendezték a tinédzser korú lányok szépség királynő választását, ahol a győztes, nem lehet ezt szebben elmondani, egy meglehetősen rossz külsejű, kövér, visszataszító fiú lett. Ő a szépség király. Ünneplik, mindenki meg van hatódva és sírdogál. Ha azt gondolja valaki, hogy ezek elszigetelt, egymással nem összefüggő ügyek, az elme baj különböző megnyilvánulásai, hogy ne mondjam, az ördög munkái, az téved. A nyugati világ támadás és háborúban áll. Támadás alatt és háború alatt áll. Itt szorongatom a kezemben Douglas Murray új könyvét, Háború a nyugat ellen címmel. Ajánlom mindannyiuk figyelmébe. Ahol múltunk, jövőnk és identitásunk a tét. Ez a könyv alcíme, és igen, erről van szó. Ma minden támadás alatt áll. Támadás alatt áll a vallási identitásunk, a nemzeti identitásunk, és immáron a maradék utolsó, nyomorult kis nemi identitásunk is. Fel akarják számolni az európai és a nyugati értékrendet. Az én korosztályomnak 30-40 évvel ezelőtt a nyugat volt a mindene. Minden reményünket, minden illúziónkat és minden vágyunkat nyugaton kerestük és találtuk meg, és azért harcoltunk, hogy egyszer majd nálunk is megvalósuljon az a szabad, sokszínű, csodálatos, boldog és gazdag világ, ami a nyugatot jelenti. Eltelt 30-40 év, és ma, mint a normalitás maradékának őrzői, minden erőnkkel azért kell küzdenünk, hogy semmi ne valósuljon meg abból, ami ma nyugaton van. Harcoljunk együtt!